A második fordulóban már rangadót játszott a Sunshine Nyikse, a Békés Csaba otthonába viszont betegségek és munkai elfoglaltság miatt foghíjasan utazott el Kovács Tibor együttese. A döntetlenre végződő első negyedet követően a második 10 perc egypontos vendégsikerrel zárult, úgy, hogy menet közben volt, amikor már 10 ponttal is vezettek Kósa Tamásék. Fordulás után ellépett a Békés Csaba, de a negyed végén már ismét a nyíregyháziaknál volt az előny. A mérkőzés vége előtt 2 perccel 7 pont volt a Nyikse előnye, a hátralévő időben azonban már nem szereztek kosarat a kipontozódás és technikaik által is sújtott vendégek. A csabaiaknak viszont minden beesett, így nagy csata után egy pontos vereséget szenvedtek a nyíregyháziak a bajnok esélyes otthonában. Az elmúlt évekhez képest tényleg megerősödtek, ez játékos anyagban nagyon megmutatkozott, ha csak azt mondom, egy NB1-es múltra rendelkező 2 méter 10 centis centerrel, két nagyon jó mezőnyjátékossal erősítettek, és egy olyan fanatikus közönség előtt játszottunk, ami ritka NB2-es szinten. Mi pedig nem teljes csapattal indultunk neki a mérkőzésnek, de így is az utolsó percben is volt győzelmi esélyünk. Sajnos a végjáték az ellenfélnek jött ki jobban. Közre játszott az, hogy menet közben is két játékosunk megsérült, Olázul, illetve Horváth Bence. A végjátékban egyikőjük már nem, másikőjük pedig már csak minimálisan tudott a rendelkezésünkre állni, de így is dicséret a fiúknak, mert ilyen játékkal azt gondolom, hogy lehet veszíteni. A Sunshine Nyikse csapatára pénteken újabb idegenbeli mérkőzés vár. Kovács Tibor egyelőre még nem tudja, hogy kire számíthat a mezőberényi találkozón. A ma esti edzésünk is nagyon foghíjas lesz létszámban, mert többen még a mai edzéstérülés miatt nem tudják vállalni. Hét közepétől a meccs előtti egy-két edzés eldönt az, hogy kire tudok számítani, de nem biztatóak az előjelek, ezt nyugodtan mondhatom. Olyan ellenfélhez megyünk, ahol a kezdőötös mint felsőbb osztályban játszott, egy szerb légiósuk is van. Erre is azt mondhatom, hogy nagyon nehéz mérkőzés lesz, de természetesen győzni szeretnénk. A pénteki meccset követően hétfőn hazai környezetben lép pályára Sunshine Nyikse, akkor Hepkupa mérkőzésen a Hübner Nyíregyháza Blue Sharks csapatát fogadják Olá Zoltánék.